Estét kívánok minden kedves nézőnknek, Önök a Nézőpont című műsorunkat látják Vecsésről, a William stúdióból. Ebben az évben még élőben nem találkoztunk, tehát boldog új évet kívánok persze. Azt gondolom, hogy már kicsit megcsúszva, de hát mégiscsak az első adáskor ez így illik. Sokat gondolkodtam, hogy mi az, amivel visszatérjen a műsor 2012-ben. És pont tegnap esett le egy orosz műhold darabja, de nem ez volt az apropója, hogy csillagászokkal fogunk kezdeni a mai napon. Két amatőr csillagászt hívtam meg, nem messze Vecséstől, itt Sűsápról, és érdekességeket fogunk megtudni a sűsápi amatőr csillagász egyesület tagjaitól. Műsorunk második felében egy fafarogóval fognak megismerkedni. Nagyon érdekes motívumok, nagyon érdekes szép munkák lesznek láthatók a Nézőpontban, a mai műsorban. Tartsanak velünk! Ne felejtjék, hogy élőadásról van szó. 29-es körzet, 352-362, ez a telefonszámunk. Nyugodtan, bátran hozzá lehet szólni a műsorhoz, természetesen mindig az aktuális témához, és kérdéseket lehet feltenni a vendégekhez, illetve el lehet velük, vagy velünk beszélgetni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És Farsang Tamás és Kis Szabolcs a vendégünk a ma este folyamán. Hogy ismerkedtetek meg a csillagászattal? Valamikor azt olvastam így az egyesülettel kapcsolatban, hogy mindenki valahol gyerekkorában az iskolában kapcsolódott ehhez a témához. Tamás, te fiatalabb vagy talán, ugye? Igen, egy pár évvel, nem sokkal, de azért igen, egy pár évvel. Hát nyilván nekem gyerekkori szerelmem maga a csillagászat, és maga az egyesülettel kapcsolatban úgy léptem, hogy régi nagy álmom volt, hogy távcsövet vásároljak, és csillagász távcsővel tudjam böngészni az eget, és pár évvel ezelőtt, 2008-ban jutottam el odáig, maga az elhatározás, hogy na, akkor távcső vásárlás, de mégis mielőtt távcsövet vásárolnék, utána érdeklődni, hogy mégis milyen fajtát, mi áron, mit érdemes venni. Elkezdtem keresgetni, mert én addig nem néztem egyáltalán semmilyen távcsőbe, akkor bukkantam az egyesületre, gondoltam, megkeresem őket, tanácsot kérni, hogy milyen távcsövet, hogy merre érdemes keresni. Gyakorlatilag így ismerkedtem meg az egyesületre, nagyon jó estét töltöttünk együtt Sűsápon, akkor már megvolt a telek, ahol most épül majd a csillagda. Ott töltöttünk el egy éjszakát észlelés közben, és gyakorlatilag azt hiszem, abban az egy éjszakában dőlt el, hogy hát ez egy nagyon jó kis társaság, és ragadtam, és lenállok. Azt mondd meg nekem, te sűsápi vagy? Nem, én Kóka, tőle 5 km. Hát ez közel van. Hát és Szabolcs, te? Én egészen igen kezdtem el csillagászattal foglalkozni 86-ban, nagyjából 1986-ban, és van a Magyar Csillagászat Egyesület, én annak a keretén belül tevékenykedtem, és van 2004 táján, azt hiszem, akkor az egyesületünknek az alapítója, vagy az elnöke, Fodor Anti felhívott, és felhívta itt a környező településen lévő tagokat, akik a Magyar Csillagászati Egyesületnek a tagja, hogy nem lenne kedvünk egy közös egyesületet alapítani Sűsápon, és ennek a fő célkütőzéseként egy csillagvizsgálót is létrehozni. De hát ez még nagyon régen volt, nem? Ez 2004-ben volt, azt hiszem, meg 2005-ben alakult meg 2005 januárjában az egyesület, és még 2004-ben végig hívogatta itt a környéken lévő telefonon a környéken lévő amatőr csillagászokat, és akkor mindenkit megkérdezett, hogy lenne kedve egy ilyenhez csatlakozni, és 2005 januárjában alakult meg az egyesület ezzel a célra, hogy egy csillagvizsgálót építsünk itt Sűsápon vagy környékén, és hát a csillagászatot azt terjesszük, tehát bemutatásokat tartsunk. Hát ezt majd részletesen ki is fogjuk fejteni. Fodor úr, ha minden igaz, nézi a műsort, úgyhogy majd lesz egy-két kérdésem hozzá, hogyha tud, akkor majd kérem, hogy
csatlakozzon a beszélgetésünkhöz. Sajnos ő nem tudta elfogadni a meghívást, illetve elfogadta a meghívást, de közben jött egy családi probléma, emiatt ő nem tudott ma eljönni, de bízom benne, hogy azért lehetősége van követni a beszélgetést. Úgy tudom, hogy ez a 2005-ös megalakulást követően korábban még a 70-es években valamikor már Sűsápon is, vagy környékén, ott elő-elő jöttek ezek a gondolatok, illetve volt ott volt már ilyen kezdeményezés. Igen, annak idején volt szakkör, annak idején egy országos mozgalom volt egy ilyen CBK-n vezető mozgalom, és ennek az egyik ilyen szakkörét vezette a Fodoranti, tehát ő volt annak a szakkörnek is a vezetője, csak ő a 90-es éveket, ugye rendszerváltás, mindenkinek megváltoztak ugye a munkahelyi viszonyai és egyéb dolgai, ő is kicsit eltávolodott a csillagászattól, és aztán így 2004-ben vágott bele ismét, hogy konkrétan. Ismét hát akkor lett felélesztve. Igen, megpróbálta felélesztve, és felélesztette ezt az egyesületet. Tamás, azt mondtad, hogy a távcsővásárlás és az ezen való gondolkodás volt az, amikor megismerkedtél az egyesülettel, de ez nem egy olcsó hobbi szerintem. Hát nagyon jól kikerültem ezt az olcsóságot, mert gyakorlatilag hála Istennek az egyesületnek, illetve tagjainak maga az egyesületnek nem annyira sok, de a tagoknak sok távcső van, és mivel, hogy elég sokat tudunk találkozni, összejárni, környékbeliek vagyunk, így gyakorlatilag úgy tudtam, hogy saját távcsőt azóta sem vásároltam. Nem mondom. Nem. Én főleg Szabolcsra, Antira, és hát Úriban is tagok vannak, fel vannak szerelve távcsővel, és őket úgymond kihasználom ilyen téren egy kis csalással. Inkább most elkezdtünk talán Szabolcsal pont jobban gondoltam befektetni, inkább egy fényképezőgépbe szeretnénk asztrofotózást indítani és fotózgatni. Hát az sem egy olcsó dolog, csak a reflexes gép. Ezt is rá lehet ugye kötni ezekre a távcsőkre. Tehát összeadtunk, amik van, mert nekem volt távcsőm, Tamásnak volt egy jó fényképezőgépe, és ketten együtt próbálkoztunk így asztrofotózással. Nem két távcsőnk lett, hanem akkor inkább próbáltunk. Nekem nincs fényképezőgépem, Tamásnak az van, úgyhogy összedolgoztunk, és ez is az egyesületnek a lényege, hogy hogyha mindenkinek más dolgai, eszközei vannak, és kicsit össze tudjunk dolgozni. Mondom közben a kedves nézőknek, és nektek is, hogy lesz majd bejátszás az este folyamán. Próbáltunk egy-két fogyasztható képet összeállítani önöknek, és majd kérem a vendégeket, hogy próbálják meg elmondani, hogy egyáltalán mit látunk, de ez még nem most következik. Hányan vagytok most jelen pillanatban tagok, vagy összesen hány ember fordult meg ebbe a kis egyesületbe, mert ez nem egy nagy számú. Kicsi egyesület, igen, jelen pillanatban 13-an vagyunk. Húha, az nem egy jó szám, valakit fel kell venni, vagy ki kell rúgni. Nekem szerencse számom, én szeretem. Hála Istennek egyébként ez napokon belül talán változni fog, mert van egy új érdeklődőnk OK-ról, ő szeretne belépni hozzánk, úgyhogy remélem, hogy pár nap múlva már 14-en leszünk. Hát megfordulnak nálunk, illetve jelen pillanatban is vannak diákok is, nyugdíjasok is, középkorúak is, tehát korban így mindenki megtalálható nálunk. Hát van, aki morzsolódott is le, én azt tudom, úgy tudom, hogy a tavalyi évben még 16-an voltunk. Hát sajnos gondolom, hogy a... Senkinek nincs ideje, főleg. Igen, de ez változó is, ugye van, akinek mint egy bármilyen más hobbi, ez is olyan azért, hogy van, aki hosszabb ideig kitart mellette, van, aki csak érdeklődik jelent a belekóstol. Lehet, hogy megint ugyanúgy fog hozzácsatlakozni, mint a... Ugye a szakkör és a sűsápi szakkör szünetelt egy ideig, most új alakult egy egyesületben, egy magánembernél is ugyanígy működik, hogy közben jön valami házépítés, család, akkor felhagy ezzel a hobbival, aztán megint eszébe jut néhány év múlva, és elkezd megint ezzel foglalkozni. Tehát az előbb ez a 13-as szám előjött, ugye ez valahol egy ilyen misztikus szám, szokták mondani, de a csillagászat és a horoszkóp az mennyire áll egymáshoz közel? Hát mi nagyon ellene vagyunk, mert akkor én azt mondom, hogy a horoszkóp az egy szórakozásnak tekintem én, a csillagászat azt meg inkább tudománynak. Azt szokták mondani, hogy együtt állnak a csillagok. De az igazság, hogy nekem nincsenek róla információim, tehát én nem tudok ilyenről nyilatkozni, mert nem ismerem a horoszkóp készítésnek a szabályait, tehát akkor tudnék belőle hitelesen nyilatkozni, hogyha én ahhoz értenék. Egyébként mit jelent az, hogy ha azt mondjuk, hogy együtt állnak a csillagok?
együttállás. Hát én úgy tudom, hogy ez a bolygóknak a megfelelő házakba, a csillagképekbe való állását, meg különböző együttállások vannak, amikor egy bolygó, vagy több bolygó egy irányba áll az égbolton, tehát több bolygó egy csillagképbe. De el pontosabban a horoszkóp készíti azt, ja, hogy ez tényleg csak az asztrológiában van? Tehát ők találták hát ki ezt a kifejezést? Vagy a csillagászok. Csillagászok együttállásnak igazándiból így látványosságként látványos dolog, hogy sok fényes csillag, vagy egy bolygó, vagy egy hold, a hold és egy bolygó, fényes bolygó egy helyen nagyjából egymáshoz közel található az égbolton, de ennek különösebben nincsen jelentősége. A felvezetőben azzal kezdtem, hogy ugyan összefüggés nincs a mai beszélgetés, és azt hiszem, hogy a tegnapi napon volt ez az orosz műholddarab lepottyanása, de ez egy érdekesség az amatőr, vagy akár a profi csillagászok számára, vagy ez csak egy van és kész látványosság? Igazából szerintem csak emberi kíváncsiság, különösebb jelentősége nem. Mennyire veszélyesek egyébként ezek a műholdak ránk nézve, abban az esetben, ha potyognak? Hát kicsit. Vagy mennyire van esély arra, hogy ez leeshet? Hát leesni biztos leesik, mert előbb-utóbb általában minden leesik. Tehát amit a Földnek a vonzás körzetébe kell ingatni. És ők még bent vannak a vonzás körzetben egyébként? Nem tudom, a műholdak milyen magasan, hány ezer méteren vannak. Hát ami a Föld körül kell ingatni, az minden van a Földnek akkor a vonzás körzetében. Akkor bent van, tehát az beesik. Az beesik, igen. Tehát a geostacionális műholdak, ugye azok elég messzi vannak, 36 ezer kilométer, de azok is néhány százezer év múlva le fognak esni. Uh-huh. Amik közel vannak, azok gyorsabban leesnek. De annak nagyon kis az esélye, hogy valaki leéppen leesik. Úgyhogy én is néztem tegnap este, hogy hát ha látom, hogy esik és mellém esik, akkor majd telefonálok, lefényképezgetem, de sajnos 20 perccel előttünk leesett még valahol a csendes óceán térségében. Hát én azt gondolom, inkább a vízbe essen. Miért van az, hogy általában, persze az is igaz, ha megnézzük a földet, azért a nagy része víz. Mert ugye az lett volna a kérdésem, hogy miért van az, hogy még szerencse, hogy azért a nagy része az ilyen törmelékeknek, meg különböző minden föntről jövő dolgoknak általában óceánokba hullik, ugye? Igen. Hát kétharmad a víz a... De ez csak egy szerencsém vagy szerencsétlenségem múlik, hogy éppen hova esik, hát ugye? Hát ez statisztika, ugye, hogy a kétharmad az víz, tehát nagyobb esélye esik vízbe, mint szárazföldre. Uh-huh. De ugye ezeknek a műholdaknak is azért nem csak ezt a szerencsét kell belenézni, hanem azt, hogy vannak bizonyos pályák, amin könnyebb indítani ilyen műholdakat, tehát ott több kering, tehát vannak olyan pályák, amin kevesebb kering, tehát nem egyenletes az eloszlásuk is. Jó, oké. Ez is lehet, hogy beleszámít. Térjünk át a lényegre, hiszen ami az apropója volt a mai beszélgetésnek, az egy pályázat. Volt egy, ugye eleve az Egyesület még 2005-ben elhatározta, hogy csillagvizsgálót fog építeni, illetve az Egyesület tagjai összefognak, és valahogy megépítenek egy csillagvizsgálót. Hát elmondom nektek, hogy Uriból Sűsjápra haladva, amikor ott elérem a kanyart, én ott kiszúrtam, ez nekem nagyon gyanús. Hát nekem már a Sűsjápi Csillagász Egyesülettel már majd, hogy nem összejött egyszer egy interjú, de mégis elmaradt, stb. Tehát úgy képbe voltam, hogy van ott Sűsjápon ilyen is. De amikor én megláttam ezt az épületet, hát ez hasonlít egy csillagvizsgálóra, hiszen olyan a felépítése, és hát nem hagyott a békén a dolog, hogy hát mi lehet ez, hogy hát mégiscsak összejött nekik, mégiscsak van ennyi pénzük. Na hát hogy jött össze ez a dolog? Hát szerencsénk volt a Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretén belül líder pályázott kiírásban nyertünk egy nagyobb összeget, 18,5 millió forintot. Hát az szép. Ebből sikerül megépítenünk maga a csillagdát, illetve a csillagdához hozzá kapcsolódva maga az alapgondolat nem is csak a csillagda építés, hanem egy túra a naprendszerben ez a projekt kiírásunk. Tehát egy túrát, egy biciklis kerékpár túrát csinálunk mi valójában, aminek a csillagda maga a központi rendszere, tehát a napot képviseli maga a csillagda. És miért? Nekem tetszik ez a csillagda.
Hogy ez az elnevezés, ez egy kicsikét olyan kisiskolás nekem. Igen. Van egy olyan hátsó szándék ebben, hogy minél több fiatalt behozni ebbe a témába? Mindenképpen a fiatalokra szeretnénk alapozni, igen. Hogy ő bennük elültetni azokat a kis alapokat, hogy egyre nagyobb érdeklődés és egyre jobban terjedjen a maga a csillagászat, hiszen azért én magam magánemberként is úgy gondolom, hogy hát egy gyerekben lehet a legjobban elültetni ezeket a gondolatokat, és ő fogja tudni legjobban kihasználni, illetve maga az egész projekt is szintű rájuk épül, tehát távolabbi terveink között szerepel táboroztatás, úgy szintén szakkörök beindítása. De a Csillagda területén? Igen. Van-e ott ekkora telek, hogy mondjuk akár sátortábor legyen, vagy ott sátortábor... szoba lehet abban az épületben? Mert nem olyan kicsi az, de nem is olyan nagy. Maga az épület, tehát amit most látunk, ő csak a Csillagda. Ő benne van egy bemutatóterem, illetve egy pincerész az egész alatt, ahol a kerékpárokat tároljuk, illetve szervizeljük alkalomattán. Ő neki csak ennyi a funkciója. De ha sikerül, és lesz rá lehetőségünk, akár pályázatok, támogatások, akár alapján, szeretnénk faházakat még a telekre építeni, hogyha egy mód van rá, és akkor ebben szeretnénk táboroztatni. Illetve, ha nyáron sikerül megnyitni a Csillagda kapuit, akkor sátorozásra már persze azonnal van mód. A kedves nézőknek elképzelhető, hogy nem teljesen érthető és pontos a kép, hogy a kerékpárok hogy kerülnek ide a képbe. Ugye, ha jól tudom, akkor ugye a pályázatban az is szerepelt, hogy lesz egy X darab számú kerékpár, amit lehet tőletek kölcsönözni, és ezen a túra útvonalon használni, majd a központi részben, tehát vissza Sűsápra érve le kell adni a kerékpárt, és aztán mindenki megy a dolgára. Így van. Gyakorlatilag ez a túra a naprendszerben, ez ugye maga arról szól, hogy a naprendszert mi kicsinyített mását kihelyezzük a környező falvokba. Ezért tehát ezt lehet körbejárni. Mely településeket érinti a túra? Ez egy körút, és Sűsápról indulva... Mert ott Sűsáp a nap? Sűsáp a nap, igen, ott a Csillagda, ő jelképezi maga a kupola, 4 méteres kupolánk, ő jelképezi a napot, és ő hozzá méretarányaiban helyezzük ki a bolygókat. Hát volt arról, olyan tervénk voltak, hogy méretarányos kis makettet, sajnos pénzszűkében ebből csak információs tábla lett, ahol megjelenítjük azért a fontosabb információkat az adott égitestről, bolygókról. Tehát állomások lesznek, ahol táblák lesznek, de hogyha én megkaphatom ezt a rajzot, a kollégám meg fogja tudni mutatni, hogy milyen tábláról lenne itt szó. Tehát ilyen táblákat fogtok kihelyezni, ez például a Jupiter. Jupiter hol lesz? Úri határában. Elolvastam az anyagról. igen. Például. Egyébként hozzáteszem, hogy jobb, hogy nem makettek lesznek, mert hogy két napnál tovább nem maradna. Igen, tehát... volt ilyen gondolatunk is, hogy így talán azért hosszabb távú lesz, és akkor Úriból haladván Mendére érkezünk, Mendéről megyünk Strázsahegy, Monorra. Tehát Monorra. Így van. Onnan Monori erdő, Gomba Bénye, Tápjószecső és vissza Sűsápra. Tehát így egy körtúra. Ugye maga a távolságok miatt ez gyalogos túrának azért ez elég meredek távol. Már csak mondom neked, hogy ha Monori erdő is érintve van, és úgy mentek át Gombára, vélhetően a Szőlőhegyen, a Szárazhegyen fogtok átmenni. Igen. Na most ott egy kerékpár túrát megcsinálni életveszélyes, mert annyi a kóbor kutya, hogy előbb-utóbb fogok ezzel a témával foglalkozni, mert én arra szoktam nyáron kerékpározni egy kicsi mozgás gyanánt, és legutóbb is majd leszettek a kóbor ebek, úgyhogy elhatároztam, hogy valamiféle kutya megsemmisítőt fogok magammal vinni. Reméljük, hogy akkor a segítségeddel. De nagyon komolyan mondom, hogy erre most nagyon vigyázni kell, nem tudom, hogy miért bent a szőlőkbe olyan kutyákkal, és puli meg ilyenek, tehát ami lábra megy. Na, ez csak egy ilyen apróság, de jobb, hogyha figyeltek. Tehát Gomba Bénye, Sűsáp is így érünk vissza. Maga ennek a távnak 61 néhány kilométer volna. Tehát ez szép egyébként. Ez borzasztó sok volna, igen, és tehát ebből az apropóból ugye kerékpár túra lett. Aha, de kerékpárral is szép túra. Így van, napos. Azért azzal is elég szép teljesítmény. Aki ismeri ezt a domborzati viszonyot,
viszonyokat, vagy ezeket a domborzati viszonyokat, azért az szép. Hát hála Istennek azért vannak benne a részek, hogy nem kötelező végig menni, tehát le lehet csapni, és csak az igazán elhivatottak teljesítik, tehát akkor sincs baj, hogyha csak felé megy végig, akkor is megkapja emlékplakettet, kívánunk át nyújtani a teljesítés után. Tehát megkapja a gumicsontot az, aki nem csinálja. Ha még a kutyákat is túléli, akkor biztos. és hát igen, ebből kifolyólag kellett kerékpárokat beszereznünk. 16 darab kerékpárt szereztünk be, ami kölcsönzőként fogunk továbbadni. Ez maga az üzemeltetés is ugye azért egy fontos dolog, tehát bevételnek kell lenni. Nyilván a csillagda építése pénzbe kerül, non-profit egyesület lévén szó elég kevés közben megmutatom a téglajegyeket, hát igazából 500 és 1000 forintos értékű jegyekről van szó. Igen, ugye, ha jól tudom, formaként. Ez egy támogatás, és ez egyben belépő is, egyben belépő, amikor megnyit szolgál, majd a csillagda. Így van, tehát támogatás, de gyakorlatilag egy belépő jegy. Nagyszerű. Kérem a kollégákat, hogy a képeket majd készítsük elő, mert hogy nem sokan lejár a fél óránk, és aztán utána visszatérünk még itt a dolgokra, de hát ha már egyszer dolgoztunk a képekkel, hát ha látunk benne valamit legalább a csillagdáról, igazából én nem láttam még ezt a bejátszást, és akkor közben megy. Itt a kupola, ugye? Igen, készülés közben. Tehát ez egy 4 méteres átmérőjű szerkezet. Így van. Egy vas szerkezet polikarbonáttal lesz borítva, ő már fent van az épület tetején, szép látványt nyújt, és... Ez nyitható, megforgatható is? Ő egy forgatható, itt még kupola nélkül látjuk az épületet, ő forgatható teljesen 360 fokban, és egy kis ablak van rajta, amin a távcső kifog. Ott beesik az eső, ha kinyitjátok. Ha kinyitjuk, akkor igen, de esőben általában felhő is van, és akkor nem látom. Vicceltem. Tehát ez hát igen, maga az építkezés ugye folyamatában. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem is újak most ezek a fotók, mert én ezeket nem láttam még ezt a bejátszást, úgyhogy nem tudom, hogy sikerült-e a holdakról, illetve a csillagokról egy-egy képet bevarázsolni, de lehet, hogy csak az épületet fogjuk látni ebben a bejátszásban. Jó. És az információm van, hogy lesznek majd ilyen fotók is, amelyeket ti készítettetek. Hát minden eset az látszik, jó, hogy és akkor ezeket én meg is köszönöm a kollégáktól. És akkor addig, amíg előkészülnek a következő képek, ugye megvan a túraútvonal, mert tudjuk azt is, hogy megkapja a plakettet az, aki ezt végigcsinálja. Mikortól lehet ezt egyáltalán? Nagyon függünk az elműtől sajnos, mert külterületről lévén szó, nincs kint elektromos áram. Ezt ígéretet kaptunk, hogy június környékére megteszik, illetve elműjémász, kihozzák, hát őtőlük függünk jobban. Mi magunk az épületet, illetve a kerékpárokat már beszereztük, távcső már minden megvan, tehát júniusban mindenképpen szeretnénk megnyitni. Közben akkor elkészültek a kollégáim a képekkel, nézzük őket. Hát akkor itt ez a hold, fogadjunk. Így van. Ezt meg én is megismerem. Ezt már láttam én is, Szaturnusz, nem? Ez a Jupiter. Jupiter? Igen. A Szaturnusznak gyűrűje van? Így van. Ez egy üstökös. Üstökös. Ki fotózta ezeket? Gondolom tőletek valaki. Hát ezt az üstökös, ezt például én fényképeztem, ez egy holdfeliratkozás. Ja, és ez lassítva, vagy hogy? Nem, ez egy folyamatában, folyamatosan hogy elfogyott a hold, középen ott lehetett látni, hogy ott éppen. Ez is egy holdfeliratkozás. Ez is egy holdfeliratkozás. Ez egy nagyon szép. Holdon néhány kráter. Közelből egy kicsit. Közben azt mondjátok, ja nem merek ilyet kérdezni, közben hát ha látunk valami olyan képet, ami ez is a hold felszíne. Ez is a hold, igen. Hát a mostani kis távcsőveinkkel, tehát amik vannak, azokkal nagyjából ezt lehet fényképezni. Ami a kupolából lesz, az egy nagyobb távcső lesz, az a jobban lehet majd látni. A távcső megvan-e már nektek? Hú, de jó ez a kép, ez nem tudom. Igen, ezt ketten fényképeztük a Tamással. Ez a köd? Ez a köd. Ugye? Ez meg a... Ez meg nappályája? A nappályáját mutatja, ez az egyesület telkén, amikor még nem állt a csillagvizsgáló, akkor onnan fényképeztem. Ez egy 3 hónapos expozíció volt. Ez is a Jupiter. Hát már ezt még látjátok. Közben akkor köszönöm szépen a képeket. Megvan-e már a távcső, a nagyobb távcső, ami majd a kupolába kerül? Igen, megvan. Tamás azt tudóval bővebben szerintem. Igen, ő egy nagyon-nagyon-nagyon szép kis távcső.
Szép is, hát, meg jó is. Szép is, és ő már jó is. Hát még sajnos egy lépcsőfokkal a professzionális távcső alatt van. Nem volt rá keretünk, de azért így is 2,5 millió forintos távcsőről beszélünk. Ő egy 35 centis méter típusú távcső, nagyon-nagyon-nagyon szép képe lesz. Itt a lencse átmérője a 35 centis, csak azért, hogy tisztába tegyük a gondolatokat, igen, mert igen, ha csak igen, így egy ekkora 35 centi, az elég kevés lenne. Ez csak azért mondom, mert hogyha valaki olyan kedves néző néz minket, akinek ez nem egyértelmű, akkor a lencse átmérője a 35 centiméter. Így van. Hát sajnos még egyelőre benne a dobozában, mert őt is, ahonnan vásároltuk, ő nekik kell üzembe helyezni, elektromos áram nélkül megint ez is nem megy. Illetve addig még nincs elektromos áram, nem tudjuk az épületet riasztani gondolom, addig persze értéket, ilyesmit nem tudunk kivinni. Jó, tehát akkor, ha júniusban lesz egy megnyitó, bízom benne, hogy a televíziónk is kap egy meghívást, és ott tudunk majd lenni, és így be van, tudunk számolni az első szép képekről, mert ez egy érdekesség. Nagyon-nagyon rövid időnk van már az órára tekintve, de ugye ti a csillagvizsgáló és a túraútvonal mellett azért foglalkoztok oktatással is, illetve próbáljátok, ahogy elmondtátok, a fiatalokat is bevonni, és a környező iskolákban is jelen vagytok. Mi az, amit tudtok adni a gyerekeknek? Hát táborba szoktunk bemutatásokat, hát oda, hová hívnak. Tehát elsősorban ez attól függ, hogy megszervezzék a tanárok, tehát ez a tanárok lelkesedésén függ, hogyha minket hívnak, mi megyünk szívesen. Táborokba szoktunk, például Kókán szokott lenni, nyáron sátortábor, oda szoktunk menni. Madarászokkal szoktam bemutatókat tartani, tehát ők is terveznek különböző programokat, nagy létszámú programokat, és akkor ezekhez csatlakozunk. Meg saját bemutatásokat is szoktunk tartani. Én úgy tudom, hogy vetélkedők is szoktak lenni. Vagy nem menjünk ebbe bele? Nagyon. Vetélkedőket terveztünk. Ja, hogy tervezés van. Tervezés volt, hogy terv alatt volt tervezés vetélkedő, mert régebben ennek nagy divatja és sikere is volt, de küldtünk szét iskoláknak ilyen érdeklődés felmérési levelet, és nem igazán jött vissza komolyabb érdeklődés, tehát nem három csapat között nehéz vetélkedőt szervezni. Az így igaz. Meg hát azért valamilyen háttértudás kell ehhez az egészhez, hiszen a csillagászat az valahol egy nagyon komoly dolog. Tehát mindig azt szokták mondani, hogy hát ugye a régi nagy tudósok, ugye a csillagok és egyéb, tehát az egy nagyon nagy tudomány. Hát de ezt mindenki így csinálja, tehát van, aki... Hát nem lehet mindig csak a holdat bámulászni, mert igen, az de mi nem amatőr csillagászok vagyunk, mi azért csináljuk, mert szeretjük csinálni. Tehát nekünk az is jó, hogy kimegyünk a szabad ég alá, sötét van, látjuk a csillagokat. 25-ször is megnézzük ugyanazt a holdat, mert kicsit mindig más, kicsit már hiányzik. Azért mi nem vagyunk szabad csillagászok. Igaz az, hogy a holdnak mindig egyik fele van felénk? Így van. Igaz az, hogy a holdnak a másik felén egy város van? Nem. Nem igaz? Ez nem biztos? De hallottad már ezt Nem, ilyet még nem hallottam. Én ezt hallottam most legutóbb, hogy azért van ilyen nagy titok a holdutazás és minden egyébben kapcsolatban, mert hogy a másik oldalon ott de bizony... De hát jártak ott őszondák, meg most is keringenek ott őszondák. De hát látunk arról képeket? A másik oldalról? Hát hogy nem, őszondák befényképezik. Jó, oké, mert nem értek hozzá. Befényképezik őszondák, ugye annak idején... szovjet-amerikai verseny volt, fontos volt, hogy kinek az őszondája jut legelőször a hold túlsó oldalára. Mert az tudta elnevezni a krátereket, és persze az olaszok jutottak oda először, ők nevezték el az első krátereket ott. Tehát ez fontos volt, ugye, hogy az ő tudósaik nyertek ott képviseletet. Kollégám azt mondja, hogy lefelé forduló nyuszi fül van rajta, de ezt most nem értettem pontosan. Ez nyomtasítóban hallottam, de biztos érdekes. Vagy csak valami vicc ez, nem tudom. Kicsit meg is zavart a dolog. Észlelések, figyelések. Mit jelent az? Tehát egy amatőr csillagász egyesületben milyen észleléseket lehet tenni, ha még igazi távcsőállomány sincs? Hát tudunk, például most már az egyesület beszerzett egy videómeteoros megfigyelőrendszert, az éjjel-nappal, vagy hát minden éjszaka, derült éjszaka figyeli az égbolton a hullócsillagokat. Tehát a fényes hullócsillagokat automatikusan rögzíti, és egy nemzetközi gyűjtőközpontnak küldi be az adatokat. Ezt interneten nem tudjuk valahol interneten megnézni? Interneten is lehet megnézni, ez a www.videometeor.hu honlapon lehet ezeket követni. Videó Meteo? Meteor. Or? Erre a vége. Videometeor.hu. Így van. 14 kamera van az országban, és ezek lefedik az egész ország területét.
Sőt, és hogyha megy egy hulló csillag, akkor azt meg lehet nézni. Hát, elég fényes, így van. Tehát, hogyha ugye nemrég volt valami nagyfényű... Így van. Tehát, hogyha egy lehullik, akkor ezeknek a kameráknak az adataiból ki lehet számolni a pályát, és meg lehet találni, hogy hová hullott le. Hát amennyiben marad belőle valami. Ha lehullik, így van. Tehát, hogyha lehullik, akkor ezek alapján nagy esélye meg lehet ki lehet számolni a pályát, és... Azt mondjátok meg nekem, találtatok-e, vagy kézzel foghatóan, fogtatok-e már valami nem földi eredetű? Én tár... még nem sajnos. Én igen, én egy vasmetalot igen? fogtam, igen. Ez veszélyes, vagy nem veszélyes? Mert azt mondják, hogy sugárzik, meg ezt csinál, azt nem tudom, hogy sugárzik-e, ezt igazándiból nem volt ott ilyen műszer, amivel meg lehetett volna nézni. Ez olyan érzés, mint amikor egy ilyen 16-os, 18-as anyát fog az ember a kezébe, ez egy ilyen kis vasdarab volt, úgyhogy... De miből lehet ezt megállapítani, hogy ez nem földi eredetű? Ezt onnan lehet megállapítani, hogy a vasmetalloidoknál megcsiszolják a felületét, és kénsavval megmaradják. És egy bizonyos vonalas ábra kirajzolódik ilyenkor a felületen. Ez azért van, mert ez a vas, ez súlytalanságba szilárdult meg. Uh-huh. És ez a kristály szerkezet csak ott tud kialakulni, hogy a földi gravitációnál ez nem alakul ki. Tehát egy vasmetalloidnál például így tudják megállapítani, hogy, hogy az... És ez hol hullott le, hol találták ezt? Ezt meg nem tudom mondani. Ezt Budapesten volt egy metalos találkozó, Magyar Csillagászati Egyesület szervezett egy metalos találkozót, és ott egy, azt hiszem az 5-ös Lorentz Tudományi Egyetemről jött valaki, aki hozott magával egy ilyen vasmetallot, és ő mutatta be. Persze megkértük, hogy ugyan hagyj fogdossuk már meg, mondta, hogy semmi akadálya, és akkor... Attól még annyira nem kopik. Nem kopik, így van. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást a mai beszélgetésre. Bízom benne, hogy az átadáson, a hivatalos ünnepségen ott tudunk lenni, illetve időben tudunk majd róla, és kapunk egy meghívást is, és akkor beszámolhatunk erről a remek jó dologról. És ígérem, ha tehetem, és majd lesz is rá alkalmam, akkor egy este folyamán én is belenézek abba a nagy távcsőbe, és megnézem, hogy néz ki a hold közelről. Farsang Tamás és Kis Szabolcs volt a vendégünk. Köszönöm szépen. Maradjanak velünk, gyors szünetet követően. Bognár Istvánról fogunk beszélgetni, illetve fogok beszélgetni, Fafaragó. Nagyon sok érdekességet fog elmondani önöknek. Maradjanak velünk!